Tegnap megemlékezett az ország, és örjöngött az ellenzék. Én Gellért vagyok, ez itt a Lécfalva. Biztos nektek is feltűnt már, hogy az ellenzék nem tud megemlékezni, és nem tud ünnepelni. Csak füttyögnek... erőszakoskodnak... és randalíroznak. Azért, mert voltál meg balta? Voltál meg pisztoly van? Akkor most mi a fasz van? Ez az idén sem volt másképp. Míg a konzervatív jobboldali emberek ünnepeltek és megemlékeztek, addig az ellenzék már megint rárontott a saját nemzetére. Nézzük csak! Márki-Zay Péter forradalmat és molotov koktélokat emleget. A szocik és a DK-sok Sargentinit és Brüsszelt éltették. Ez a fiatal pedig teljesen bohócot csinált önmagából és az ellenzéki gyülevész siserehadból. A mi pénzünk! A balosok után azt javaslom, hogy beszéljünk a cukikról. A jobbikos örjöngésekről, frusztrációkról és 56 szellemének a megcsúfolásáról. Egyrészt fizetett jobbikosok műfelháborodást színleltek. Kiderült, hogy a tojásdobálókat maga a pártigazgató instruálta. Majd szólni. Szaszi szól. Meg figyeltek őket. Amikor Szaszi szól. A köztévé előtt pedig fizetett jobbikosok tüntettek és erőszakoskodtak a Hír TV műsorvezetőjével. Az alábbi videón őket sikerült beazonosítanunk. Patkány TV! Patkány TV! Patkány TV! Patkány TV! Patkány TV! Ja, és képzeljétek el, hogy a Fidesz székháza előtt a jobbikosok Sorost hívták segítségül, mert azt kiabálták magukról, hogy ők migránsok. Migránsok vagyunk! Soros György vagyok! Tehát így örjöngött a frusztrált kisebbség, és így ünnepelt a többség. Döntsetek el ti, hogy hová szeretnétek tartozni. Én Gellért voltam, sziasztok! Gondoljunk az 56-os szabadságharcosokra, idézzük fel a pesti srácokat, válasszuk a hazafiság és a nemzeti büszkeség jövőjét. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!